Virágzanak a gyümölcsfánk, ugye mennek sorba, ugye kezdi a barack, jön a szilva, megy, cseresznye, tehát ezek, ahogy megy a virágzási sorrend, mindenkinek a kertje virágba borul, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy természetesen növényvédeni kell a különböző betegség ellen, hogy méh kímélően permetezzék a tulajdonosok, a gazdák ezeket a fákat. Az a méh hogy talál vissza akár 2, akár 3, akár 4 kilométerről abba a kis pici kaptárba? Honnan tudja, hogy hova menjen? Hova menjen vissza? Engem ezek úgy mindig érdekeltek. Köszöntöm Önöket, ez itt a Green Zone, a Szolnok Televízió környezetvédelemmel, illetve a klímaváltozás hatásaival foglalkozó természetvédelmi podcast, így is fogalmazhatnánk, de igazából el kell mondani, itt nagyon sokféle téma van, ami a környezetünkhöz kapcsolódik, és most ebből szemezgetünk egy kicsit, hiszen a méhekről lesz szó. Nem tudtam, hogy tudják-e, de Einstein szerint úgy vallotta, hogy ha kipusztulnak a méhek, akkor ezt az emberiség csak 4 évvel éli túl, hiszen nagyon sok minden függ attól, hogy a méhek milyen munkát végeznek, de hogy pontosan mi ez a munka, és most egészségügyileg hol tartanak a méhek? Arról Pinter Ferenc méhésszel, illetve méh egészségügyi felelőssel, illetve Pető Dáviddal beszélgetünk. Üdvözöllek, sziasztok! Jó, készsak sziasztok! Sziasztok! Nos, nem tudom, hogy hallottátok-e ezt az okfejtését Einsteinnek. Sokan azt gondolják, hogy ez egy városi legenda, viszont egyre több kutatás van. Nemrég Amerikában csináltak egy videót arról, hogyha bepakolnak egyes élelmiszereket, amik a szupermarketekben lehet kapni, akkor ugye mennyi minden függ a méhektől, és hogyha eltűnnének, mennyi minden tűnne el. Pontosan egyébként mennyire függünk a méhektől? Most itt fordulok hozzá, hiszen te vagy igazából benne, nyilván mi egy kicsit így tapogatózunk, de benne igazából a leginkább érdekelte. Szeretem volna ezt a szlogent, tiszteltel köszöntöm a nézőket, szeretem volna ezt a szlogent pontosítani, hogy valójában nem Einsteintől származik. Ez egy méhész tüntetés, ez a hangzott el először talán 90-es évek valamelyik ilyen tüntetésén, amikor ugye a méhészek a méhekért kiálltak, és ugye a méhészek mi jobban ismerjük az ilyen jellegű okokozati összefüggéseket a természetben, és a megállapítás igaz, csak nem Einsteintől származik. A méhek felelősek, illetve az ő munkájuk az, amivel a természet ilyen sokszínű, és nagyon sok olyan haszonnövényünk a méhek megporzó munkájától függ. Sajnos ma már van olyan rész a világnak, például Kínában, ahol emberek végzik a megporzást a méhek helyett, mert annyira rovarszegény a környezet. Sajnos Európa, így Magyarország is egyébként efelé tart. Ennek a oka a zabolátlan és hogy mondjam, a méhek érdekeit nem figyelembe vevő növényvédelem és a nagyüzemi gazdálkodás, tehát nagyon rovar szegény a környezetünk, és ennek olyan hatásai lesznek a klímaváltozással kombinálva, amire ha nem fogunk odafigyelni egyénileg, illetve közösségileg, akkor ebből óriási problémák lesznek. És nyilván ugye nem csak a méz tűnik el, hanem nagyon sok minden, például a kávé, a csokoládé, tehát hogy olyan dolgokban nem gondolnak bele az emberek, amik tényleg a mindennapi fogyasztás sunknak az a benne van. Ami feltűnt és érdekes, hogy azt mondtad, hogy az emberek is végzik a porzást. Ez hogyan le kell elképzelni? Lehet a neten látni egy-két ilyen videót. Itt nénikék, bácsikák fölmásztak a körtefára, és ilyen tollal, illetve különböző ilyen nyélre szerelt, ilyen szőrös kis tollacskákkal, meg ilyen pamacsokkal gyakorlatilag érintgetik a virágokat egyikről a másikra, tehát kézzel és fizikailag emberek végzik, mert nincsenek rovarok. Hozzáteszem, hogy Kína egyébként ettől függetlenül, hogy nincsenek méhei rovarjai, a világ legnagyobb mézexportőre, tehát kitalálhatjuk, hogy hogyan készíti a mézet, ők gyakorlatilag iparilag állítják elő azt, amit méznek nekünk eladnak egyébként. Erről akartam beszélni, viszont hogyha a megporzást valóban egyébként kipusztítjuk a rovarokat, és akár a saját lakókörnyezetünkben, vagy városi környezetben is, akkor nem lesznek ezek a hasznos rovarok, amik elvégzik tényleg. Ugye jön a tavasz, virágzanak a gyümölcsfánk, ugye mennek sorba, ugye kezdi a barack, jön a szilva, megy, cseresznye, tehát ezek, ahogy megy a virágzási sorrend, mindenkinek a kertje virágba borul, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy természetesen növényvédeni kell a különböző betegség ellen, hogy méh kímélően permetezzék a tulajdonosok, a gazdák ezeket a fákat, mert a méheknek ilyenkor kevesen vannak ebben az időszakban, nagyon érzékenyek, hideg is van, ilyenkor fejlődnek föl a kolóniák, és a virágpor azért kell nekik, mert a testük fehérjéje ebből származik. Tehát a méhek, a rovarok a fehérjét, a testük fölépítése az a virágporból szerzik. A nektár, amit gyűjtenek, amit utána mézformában mi kicsomagolunk,
az a szénhidrát, az az energiát adó anyag, amit gyűjtenek. De viszont ahhoz, hogy ők létrejöjjenek, a testük kifejlődjön, ahhoz virágporra, ásványanyagokra és vízre van szükségük egyébként. Elvi, ugye te is, meg igazából az én családom is kertes családi házba ért, tehát igazából van érintkezésünk kerten. Mennyire figyeled meg, hogy vannak méhek nálatok? El sem tudom kerülni gyakorlatilag. Most például ugye elkezdett virágozni a sárga barackfánk, és ha kimész a kertbe, akkor semmi más nem hallasz, mint ezt a zzzz. Ugye igen, tele van gyakorlatilag a barackfa is most, most méhekkel ugye beporozzák. Nagyon szép is lett egyébként a barackfa, nagyon szépen kivirágzott, vagy kirügyezett. És valóban, tehát igazából ugye nagyon sokan egyébként benne van egy ilyen sztereotípia is, hogy a kis zümögő bogarak, hát félünk tőlük, mert megcsíp. De például pont a méh az, amitől egyáltalán nem tartok például én se, mert tudom, hogy az engem, vagy hogy engem nem fog nyilvánvalóan bántani, nem azért jött ő oda, hogy rám szálljon és aztán igen, megmarjon. Úgyhogy például a méhekkel én teljes mértékű vagyok, ellentétben a darázssal, hogy az nagyon kifejezetten szeretem, amikor ott tele van a kert igazából méhekkel. Most igen, nyilván a házi kedvenc kutya az máshogy vélekedik erről, mert ő néha megkóstolná ezeket. Egyszer bele is szaladtunk egy ilyenbe, meg is csípte természetesen. Aztán rohantunk az állatorvoshoz, de ez csak egy ilyen kizárójeles. Igen. Hát a méhek közül, a rovarok közül a méhek az egyik legkülönlegesebb állat, én azt gondolom. És azért barátunk, illetve azért kell a méhekre nagyon figyelni, ők az utolsó olyan nagy mennyiségben lévő rovar, aki ezt a megporzást el tudja végezni. Ugye mi emberek elpusztítottuk a növényvédelemmel a poszméheket, zengő legyeket, dongókat, egyéb ilyen hasznos olyan rovarokat, amelyek a lakóhelyiktől néhány 10 vagy max 100 méterre mentek el. Viszont a házi méhek, ők 3-7 kilométerig is elrepülnek adott virágra, tehát ők nagyon messziről is oda tudnak jönni hozzánk. Ezért kell mondjuk tényleg egy baraszfán is odafigyelni, mert lehet, hogy méhésznek mondjuk 2 kilométerre lévő méhészetéből látogatták a fáidat a méhek. De jó, hogy mondod ezt a 2 kilométert, majd erre térjünk már vissza utána, miután befejezted a gondolatot. Lényeg, hogy ilyenkor a méhekkel azt azért kell figyelni, nem szabad félni tőlek, mert ők nem bántanak minket, ha gyűjtenek. Egy esetben bánt a méhecske, hogyha a lakását, a kaptárt háborgatja valaki. Tehát a méhek egy olyan rovar, aminek a biológiai tulajdonságai hasonlítanak az emberhez. Nem azt mondom, hogy most emlős és rovar, hanem ami jó a méheknek, hőmérsékletben, élelmiszerben, környezetben, az jó nekünk is. Ha eltűnnek a méhek, az azt jelenti, hogy a környezetben óriási mérgező anyag van, az nekünk is mérgező. Tehát ezért kell a méhekre odafigyelni, hogy ha a méhek valamiért elpusztulnak, az egy olyan jel nekünk, az embereknek, hogy valamit tettünk önmagunk ellen, ami miatt valami mérgező anyagot kijuttattunk, ami miatt oda kell figyelni a méhekre, mert ők az utolsó ökológiai láncszem, ezt így szoktuk mondani, a mi gazdaságunk és a természet között. Minden gazdaságilag közelít meg az ember, de elfeledkezik arról a ingyen munkáról, amit a méhek elvégeznek egyébként. Tehát megporozzák a növényeinket, az asztalainkra azért kerül annyi sokszínű étel, tehát a lekvároktól kezdve az italokig, ami mondtad a kávét, csokoládét, mert ott, ahol ezeket megtermelik, ott a megporzást méhek végezték el. Ez biztos, erről ugye elfeledkezünk. És ezért kell egy kicsit különlegesen kezelnünk a méhészeket, mert mi szenvedélyünk a természet, szenvedélyünk a méhészet. Így nyilván gazdaságilag mi is próbálunk ebből eredményt elérni, de van egy olyan ingyen szolgáltatás, amit a méheinkkel végzünk, amit egyébként annyit szeretnénk csak kérni a társadalomtól, a környezetől, hogy kíméljenek minket, ne bántsák a méheinket, de úgy vegyszerezzen mindenki, hogy tényleg gondoljon arra, hogy az a néhány méhecske, az egy nagyon fontos szerepet játszik abban a kaptárban, ahová ő visszarepül ilyenkor, mert táplálja a kicsinyeit, tehát az anyának az utódait, viszi a virágport, ezért is hasznos a kertészeknek, meg a kerteknek, mert megporoz ingyen, ő hazaviszi a virágport, és azzal megetetik majd a felnövekvő generációkat, és növekszenek a kolóniák, szaporodnak a méhek, egészségesek lesznek. És mennél több féle virágport látogatnak a méhek, tehát ugye az ember is mennél változatosabban táplálkozik, annál egészségesebb. Tehát úgy mondják, hogy ilyen monokultúrás méhtakarmanyázás, vagy méhetetés is visszájára üt. Tehát az a méheket tönkreteszi. Úgy, ahogyha az ember csak egyfélét teszik, akkor hiánybetegségei lépnek föl. Így a méheknél is előfordulnak ilyen hiánybetegségek. Nekik ugyanúgy szükségük, ami nekünk, különböző ásványanyagokra, vitaminokra, minden olyan dologra, amit mi is fogyaszt, nyomelemekre. Úgyhogy körülbelül ennyi. 2 kilométernél elmondtad. Igen. Nem tudom, te gondolkodtál, biztos nem gondolkoztál rajta, mert te biztos tudod a választ, de én egyébként sokszor elgondolkozok rajta, nem tudom, Brigitta, hogy vele, hogy az a méh hogy talál vissza akár 2, akár 3, akár 4 kilométerről abba a kis pici kaptárba?
Honnan tudja, hogy hova menjen vissza? Engem hát, ezek úgy mindig érdekeltek. El tudom gyorsan egyszerűen mondani, tehát van ennek egy komolyabb tudománya is. A méhek érzékelik egyébként a föld mágneses terét is, a kaptárban ezért tök sötétben, tökéletesen tized milliméterre, század milliméterre pontosan megépítik a lépeket, a viasz, ezeket párhuzamosan építik meg a saját úgymond testzsírjukból, tehát a viasz a méheknek a zsírja gyakorlatilag, és ezt használják föl, és ezt építik, ragasztják össze. Amikor kirepül, a szeme olyan, hogy érzékeli az ultraviolasugarakat is egyébként, tehát ő felhős időben is látja a napot, és akkor tud a méhet tájékozni, ha a nap fönn van, a látóhatár fölött. Tehát ők azért mozdulnak meg reggel, mert akkor már érzékeli a napot, a hőmérséklet emelkedik, és ha 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, akkor a méhek kimernek szállni, mert 10 fok alatt egyébként nem tudnak repülni, de ledermednek és elpusztulnak. Tehát ők 10 fok fölött mozdulnak meg, és amikor a napot látják, nyilván feles időben is, hogyha esetleg nincs eső, tehát akkor ők ugyanúgy behúzódnak, mint minden élőlény, kirepülnek, és gyakorlatilag egyfajta, én tüzértiszt voltam, tehát ők irányszög alapján tájékozódnak, tehát a nap állása és a kaptár helyzete, ebből ők úgynevezett ilyen szög eltérést valahogyan tudnak a testükben érzékelni, ezt a könyvek így írják le, de gyakorlatilag a nap állása és a kaptár helyzetét megjegyezve ők visszatalálnak. De ugye a nap az egy idő után mindig ugye máshova kerül. Ez a csodálatos ami az élővilágban, hogy ők, úgy, ahogy mi emberek, katonák megtanultuk azt, hogy hogyan kell tájékozódni a napállás alapján, meg a tengerészek a nyílt óceánon, a csillagok is a napállás alapján, ugyanígy tájékozódnak a méhek, csak a méhek ösztönösen, nem tudatosan, mint ahogy mi megtanultuk, vagy kitaláltuk, hanem ők ösztönszerűen tudják azt, hogy melyik időszakban a nap hogyan áll és hol van a kaptár. Tehát ők ezt érzékelik, és ahogy halad a nap a látóhatáron lefelé, ők ugyanúgy, amikor már lefelé megy, akkor ők jönnek hazafelé. Ha megindul egy olyan légnyomásváltozás, vagy egy vihar közeleg, akkor is hamarabb tudjuk, hogyha tökéletes nyári idő van, hogy valami fog történni, mert méhek elkezdenek hazahúzódni. Tehát, tehát vannak olyan összenék, olyan érzékelőik, ami nekünk embereknek hihetetlen, de ugye az élővilág azért sok millió év alatt ezt kifejlesztette. Mi az az érzékelőjük, amivel megtalálják az én fámat? Hát elmondják egymásnak. Tehát a szaglásuk az nagyon kifinomult. Tehát illat alapján a látásuk érzik. És a szaglásuk. Tehát amikor ő kirepül, akkor nem csak fehérnek vagy sárgának látja a virágot, hanem annak vannak ultraviola egyéb jelei is. Tehát meg tudja különböztetni a zöld levéltől a virágot. Tehát nem lát olyan színesen, mint másképp látja, összetett szeme van. És a másik ugye a szaglása is, olyan, tehát a rovaroknak is van egyfajta szaglása, nagyon pici kis néhány molekulányi szagmintákat is képesek fölvenni. Tehát amikor ő keresgél és megérez valamit, biztos érezhetek már a repcének, nem sokkal virágzik a repcének van egy erős illata, de bármelyik virágot, ha közel hozzuk az orrunkhoz, mi is érzékeljük az illatát. Na most ezek az illatok sokkal érzékenyebbek a méhek ezekre az illatokra, ők még feromonokat is ezen kívül kibocsájtanak, illetve érzékelnek. Tehát amikor a kaptárról visszarepül a méhecske, sokan kérdezik, hogy honnan tudja, hogy melyik az övé. Mert mindegyik családnak, egy kolóniának van egy speciális illat igazolványa, és egymást igazoltatják, amikor bejön, és tudja, hogy most ő nem ide tartozik. Csak akkor engedi be, ha hoz valamilyen terhet. Tehát ők is haszonelve alapján beengedik a mézet vagy virágport hozó idegent esetleg, de amúgy nem tűrik a szomszéd családnak a egyedeit meg, mert tudják, hogy ki fogják rabolni. Tehát ők kapzsiak is, mohóak is egymással szemben. Úgyhogy érdekes világuk van. Tehát úgy mondjuk, hogy államalkotó, melyek sok írás született róluk, és azt mondják, hogy az ember legtöbb, tehát az élőlény, amire a legtöbbet írt, az a méhek. Tehát a legtöbb könyv és írás róluk született, úgyhogy órákig tudnék mesélni róluk, de ennek ez az oka a tájékozódásnak. Utolsó gondolat pedig, hogy amikor ők megtalálnak egy virágot, mondjuk a barackfának a virágját, akkor aki először megtalálja, az visszarepül, és az úgynevezett tánccal és kémiai kommunikációval elmagyarázza, tehát átadja az információt. Tehát hol a méhek van? Igen. Tehát ez nagyon érdekes, és ezt kutatják mai napig, hogy a méhek kémiai kommunikáció is hogyan működik. Tehát hogy hogyan vagy. A táncot az hordásban mi méhészek is meg tudjuk nézni, mert kiveszünk egy keretet, és akkor azon méhek vannak, akkor azon lehet látni, hogy bizonyos méhek táncát lehet, és ez össze lehet vetni a napállásával. Az első ilyen méhész nagy kutató Őrösi Pál írta le, hogy tehát gyakorlatilag meg lehetett látni azt, hogy 60 fokos szög alatt látszódott a nap, akkor 60 fokos szög alatt tért el a tánca a méhecskének a kereten. Tehát volt ilyen megfigyelés.
hozzáteszem, nem vagyok benne teljesen expert, tehát nem tudok minden részét, de azt tudom, hogy tehát ennyit tudok, mint méhész, hogy ők napállásszög alapján így tájékozódnak, és eltáncolják egymásnak, hogy hol van ez a virágport, vagy pedig nektátadó növény, amit le is mondtál. Igazából visszatérve még arra, hogy megkérdeztem, hogy találkozol a méheket, igazából én ezt azért kérdeztem, mert ugye pár évvel ezelőtt ugye felütötte a fejét az, hogy eltűnőbe vannak a méhek, és el kéne gondolkoznunk nagyon nekünk embereknek, hogy mit tegyünk, hogy ez valami két visszaforduljon, vagy legalábbis stagnáljon. Most hogy állunk jelenleg? Te találkozol méhekkel? Nekem a családomnak a háza az igazából egy olyan utcában van, ahol van méhészet is, tehát nálunk tényleg most rengeteg méh van. Mindenhol meg nagyon sok növényünk is van. Szóval jelenleg stagnál ez a helyzet, növekszik, vagy mit lehet elmondani? Hát a méhek egészsége folyamatosan veszélyben van, tehát ugye mindenki ismeri a két óriási olajnövényt adó termesztett növényünket, ugye a repce és a napraforgó. Sajnos mind a kettő növény már üzemanyagnak készülő olaj. Tehát az azt jelenti, hogy sokkal, hogy mondjam, kevésbé odafigyelve, illetve hát durvább szerekkel, illetve ilyen koktélszerekkel kezelik, és sajnos ott tartunk, hogy a biotechnológia odáig fejlődött, hogy már a virágporban is és a nektárban is megjelenik az a bioaktív rovarölőszer, ami pusztítja a méheket. Tehát én már repcemézem azért nincs, mert ott hagyom, és nem megyek a repce közelébe, mert egyszer az, hogy a csávázással, illetve a maguknak olyan tehát gémúrosított és olyan növényeket termesztenek a gazdák, hogy nem érdemes, mert tönkre megy a méhészet. A másik, hogy sok gazda nem odafigyelve, tehát a méh kímélő technológia egyre kiveszőben van, hogy mondjam, felkészületlenség, kapkodás, költségkímélés miatt úgy permeteznek, hogy nappal. A méh kímélő permetezés az mindig naplemente után, amikor a nap lemegy a látóhatár alá, és még van egy másfél órás időszak, akkor kellene permetezni, hogy a méheket ne érjék a különböző vegyszerek. Tehát a napraforgónál ugye étolaj, de hát ott is az étolajban emberi standard szerint nem felelhetők ezek a szerek, sajnos igen. Tehát én már sertészsírt fogyasztok nagyon régóta, pontosan azért, mert egy növényorvos ismerősöm azt mondta, hogy ő sem fogyasztja az étolajat. Üzemanyagnak készül, sok olyan vegyszer maradvány van, szer maradvány van benne, ami emberi egészségre ártalmatlan, és ezt azért állítom, és bárkivel leülök vitatkozni, amikor a méhek látogatják ezt az korábban nagyon jó nektárt és mézet adó két kultúrát, volt rajta mézünk, és a méhek egészségesek, erősek voltak, a mi családok népesek voltak, most már nem. Tehát egyik professzor, akinek tanultam én a méhészetet Gödöllőn, dr. Tóth Árpád azt mondta, hogy a méheknek mindig igaza van. Tehát lehet vitatkozni, meg ellenkezőt mondani a bíróságon, meg hogy nem volt vegyszerzés, stb. Ha elpusztultak a méhek, annak csak az ember az oka. Tehát nem lehet ráfogni, hogy ilyen légköri szárazság, meg olyan sugárzás, meg egyebek. A sugárzásnál esetleg ott szóba kerül meg az ember által generált sugárzás, hogyha van, de maga a vegyi tevékenység, a növényvédelmi tevékenység az embernek az a nagyon veszélyes, neki ránk is egyébként. Milyen a fenntartható gazdálkodási forma, amiben igazából együtt tudnánk, tehát hogy létezni úgy a méhekkel, hogy nem bántjuk őket. Tehát, hogy úgy termelünk zöldséget, nyilván azért kellenek anyagok, hogy olyanok legyenek, amilyenek, tehát ne feltétlenül legyenek kukacosak, tehát, hogy valami problémájuk, ami miatt nem vásároljuk meg, de közben a méheknek is jót teszünk. Tehát, hogy milyen környezetet kéne megteremtenünk ahhoz, hogy segítsük őket. És ezáltal nyilván a saját létezésünket is. Hát azt gondolom, hogy az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet Magyarországon. Mert ha az önkormányzatok mondjuk nem ilyen óriási földlablás műkertészetekből való fákat ültetnének, ami soha nem nő meg, már bocsánat, és főleg víz nélkül nem, hanem ráadásul drágák ezek a facsemeték, hanem tehát amikor tavasz van, akkor mindenki szeret szaporítani, kertészkedni, olyan fákat ültessünk tömegesen. A magyar erdészek nagyon komoly szaporítóanyag mennyiségekkel rendelkeznek. Tehát én az erdészeti szaporítóanyagokat tartom nagyon jóknak. Kicsik a csemeték, igaz, hogy gondozni kell, de hamar nőnek, és olyan fafajokkal ültetném az egész városi környezetetbe, ahol csak talpalatnyi szabad hely van, nem akadályozunk közműveket, nem akadályozunk senkit, oda valamilyen mélegelő növényt tegyünk. Van egy, hoztam egy könyvet, amiben magyarországi mélegelő növények benne vannak. A Kárpát-medence a világ egyetlen olyan hely, ahol 805 féle méh vagy rovarbarát növény él. Sehol a világon nem él ennyi növény egy helyen. Belelapozható? Persze, csak akkor fog egyébként, már ez csökkenőben van, vannak benne védett növények is, amit kipusztítottunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki kertet ápol, akkor
És a legtöbb haszonnövényünk egyébként az méh megporzásra szükséges, és méhbarát. Olyan növényeket is telepítsen, ami minél változatosabban virágzik a szezonban. Tehát, ahogy mondtam az elején, a méhek a föld változatosságáért felelősek, meg ezt okozták, tehát ők szaporították el a növényeket a megporzásukkal. Mi segíthetjük ezt, hogy amikor mi is valamit telepítünk, fát, bokrot, virágot, akkor teszünk olyat is, választunk egy olyan fajtát, ami arra is jó, hogy mondjuk a rovaroknak hasznot hozzon, tehát virágport. Nem feltétlenül ezeket a rovarhoteleket, ezek most népszerűek. Ez lett volna a másik kérdésem, hogy... Jó, ez egyik óvodában voltam így előadást tartani a Tallinnban, oda is ígértem az óvónőnek facsemetéket, ott az óvodát körbe fogják ültetni, ingyen adok neki facsemetét, mert egyébként szaporítok facsemetéket pont ebből a hobbimból kifolyólag, hogy ültessünk fát. Mindenki ültessen minden évben legalább 2-3 fát, amit utána néha ráfigyel és gondoz. Tehát én nagyon régóta ilyen faültető őrült vagyok, és nagyon sok olyan fám van, ami nem az én helyem, én birtokomon van, hanem itt ültettem körforgalomnak a közepébe, és nem tudja senki, hogy ki ültette azt a fát oda, de én mindig örülök, hogy ott megyek el, és akkor elkezdem. Most már mindenki tudja. De itt nem látja, az a baj, sajnos az egyiket a városi kertészek kivették, egy szép eperfát tettem oda a Mester út végére, de kivették sajnos, azóta sincs ott facsemete. Tehát én például minden körforgalom közepében szeretnék egy olyan fát tenni, hogyha ez bárki csatlakozik hozzá, szívesen adok neki facsemetét, mert azt szerintem egy nagyon jó, hogy ott van egy fa, nem fog bántani senkit, nem fog kidőlni. Ugye telepítik mindenféle ilyen parknövényekkel körbe, az is jó persze. Minden út mentét, minden olyan nyílt területet, ami arra a területre éppen való, és az ilyen különböző könyvek, szakemberek meg tudják mondani, a városi kertész is meg tudja mondani, hogy milyen fát érdemes ültetni. Amikor az egyik fiam a szandai iskolába járt, akkor az igazgatónővel megbeszéltük, hogy a Lengyel Antal térre ültessünk fát, szóltunk a városi kertésznek, megmondta, hogy hová, mai napig gyönyörű szépen díszlenek azok az akácfák, amit akkor ültettünk a gyerekekkel. Én azt mondom, hogy én azokat a fajtákat választanám, ami a klímaváltozásnak ellenáll. Tehát lehet, hogy az őshonos fák jók, meg szépek, én is nem bántom a ökológiai szakembereket, de sajnos a tölgyek, azok a itt korábban őshonos növények a klímaváltozás miatt nem fognak megmaradni. Hát most is mosonyunk egy olyan száraz időszak után, ami megint csak 100 éve nem volt, tehát száraz telünk volt, hó nem esett, porzik minden, és pedig két folyónk van itt a Tisza mentén, és tehát a város mentén, tehát igazából vizet kellene visszatartani, és a természetes élőhelyeket visszaszaporítani. Mi, ahol nem használjuk a tájat, mi emberek, oda tegyünk növényt, és legyen egy kiskert, legyen egy gazdálkodó tanya, vagy bármi, ami hogyan lehet ezt, és szaporítsuk a növényeket, én ezt mondom. Tehát én gyerekkoromban egy jársági kis faluban nőztem föl, szégyen, hogy ma már Szolnok megy az ország legfátlanabb megyéje. Tehát ha elmegy az ember kicsit délre, Csongrád, vagy Békésbe, vagy általán Dunántúra, gyönyörű szép a táj, változatos kis galériaerdők vannak, bokorsorok. Itt, tehát a Szolnokon talán ott a négyes mentén, a Szandai réten lévő bokorsor, amit a út mellé lepítettek, az egy nagyon jó sikerült, vegyes, tényleg változatos bokorsor. Tényleg virágzik a magyarótól, kezdve a homoktöv is most éppen a kökény. Tehát ahogyan megy a természet egy évben, olyan szépen, ugye hó miatt telepítették oda, de nagyon jól eltalálták. Olyan bokorsorokra szükség lenne, minél többre, meg nagy gyönyörű fákra, ami megnő, azt gondolom. Teljesen csapongok egyébként most a kérdésekbe, csak eszembe jutott, hogy említetted ezt a sokféle növényt, fát. Itt hoztál mézet is, rá van írva, hogy milyen méz, de ti ezt honnan állapítjátok meg, hogy milyen méz ez? Hát igazából a természetnek van az a virágzási sorrendje, amit ugye mi méhészek megtanulunk, megismerünk, meg hát a kertészek is ismerik. Tehát adott időszakban adott növények virágoznak. A méhek, amikor kirepülnek gyűjteni, akkor ezeket a tömegvirágokat, bizonyos virágokat előnyben részesítenek. Tehát amikor mondjuk virágzik a barack, hogyha egy barackosba elmegyünk, akkor tömegesen barackvirágpor látunk. Ha belenézek a kaptárba, akkor barackról származó nektár lenne. Ilyenkor tavasszal a tavaszi virágokat felhasználják a méhek. Az első tömegvirágzás az a repce. Ahogy említettem, hát ennek kérdéses, hogy ki mennyire szereti. Én már nem szeretem a repcét legeltetni a méhekkel, de amikor mondjuk utána következik az akácvirágzás, az egy tömegvirágzás, ez a magyar méhészetnek az alapja. Ez ad annyi olyan mézet, ami miatt érdemes méhészkedni. És a tömegvirágzás az akácvirág idején látjuk, hogy a méhek gyűjtenek,
és tudjuk, hogy befejeződött a virágzás, és a virágzás végén a kaptárban az a méz van benne. Tehát így tudjuk megállapítani. Na jó, de ettől függetlenül benne van a pakliban, nem, hogy mit tudom, pár méh nem az akácra repült, hanem másfél nincs benne? Tehát a házi méheknek van egy nagyon fontos tulajdonság, hogy virághűek. Az európa-eurázsiai méh, a krajnai méh, az virághű. Tehát mindig a legjobbat részesít előnyben. Neki az akác nektár az a csúcs, neki az a tokai egyébként, és akkor onnan csak arra megy akkor. Annyira bezsonganak a méhek, így mondjuk, vagy annyira a rovarok szenvedi a nektárgyűjtést, tehát egyszerűen őrületesen mennyire nem figyelnek, akkor szoktuk mondani, tehát a fürdőnadrágban lehet méhészkedni, mert nem bántanak minket a méhek. Tehát a kaptárt ki lehet nyitni, úgyhogy 60 ezer méhecskét kezelsz egy szál nadrágban, és semmit nem vettél fel, semmilyen védőfelszerelést, mert annyira, ha jó az időjárás, annyira szeretik a akácvirágot hordani, hogy nem foglalkoznak semmivel. De ugye az előbb mondtad, hogy nem akarod legeltetni, a recét nem akarod, de azt nem tudod neki megmondani, hogy na, majácska, te igen, most ezt úgy csináljuk, hogy én úgy csinálom, hogy fizikailag olyan távolságra helyezkedem el a méhészettel, hogy ne érjék el a repcevirág. Van egy bizonyos röptávuk? A 7 kilométer az, amit már nem repül el 7 kilométeren túl a repcére. Ja, tehát repce, így véded ki a repce azt, az a növény. 8 kilométerre van tőled a repce. Hát ha van, igen. Jó, most igen extrém példa, és akkor mivel azt nem tudja megtenni, akkor így gyakorlatilag el van zárva tőle. Igen, mert a méhecske úgy működik, mint egy autó, meg kell tankolnia, hogy tudja repülni. Tehát felszívja a kaptárban a nektárt, azzal annyi üzemanyagot vesz magához, amivel el tud repülni mondjuk 3 kilométerre akácvirághoz. Akácvirágnál addig elégeti az, ami a kis mézgyomrában van, ott rászel a virágra, vagy a virágra a virágra, annyit szív föl magába, amíg ez a 0,7 mm-es kis tartály, ez meg nem telik. Ez jó nehéz, ez úgy kell képzeld el, mintha te egy 40 kg súlyt vennél magadra 3 kilométerre mentél, és utána pedig 40 kilométerre elkezdenél szaladni vissza a házadhoz. Ő 40 km-es sebességgel kezd visszarepülni. És közben ezt a 0,7-nyi nektárt elkezdi égetni, hát a repülés nem egy energiaszegény műfaj, és gyakorlatilag, hogyha 3-3,5 kilométerre hozza a nektárt, nagyon keveset csöppet fog letenni. Ezért visszük a méheket közel a virágokhoz. Tehát mondjuk 500 méteres körzetében van ez az akácvirág, akkor bődületes sok mennyiségű nektárt depokolnak a kaptárba. Ha 3,5 kilométerre van az akác erdő, akkor nem. A repcére 7 kilométerig tud elrepülni. Ugye itt még fontos annak a nektárnak a minősége, hogy tehát mondjuk egy barac nektárral nem tud elrepülni 3 kilométerre. Tehát a baracvirágot, meg a megyvirágot úgy tudjuk megporosztatni, mert oda visszük közel. Ez az, amikor azt írjuk, hogy vegyes virágméz? A vegyes virágméz az azt jelenti, hogy több növényről származik, tehát egy időszakban több virág volt, és nem tudjuk megmondani, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy melyikről, ezt hívjuk vegyes virágméznek. Tehát a tömegvirágokat, a napraforgót, a akácot, ennek néhány vadnövényt, a sejemkórót, azt meg tudjuk állapítani. Oda visszük a közelébe, azt legeltetjük, onnan pergetjük ki azt a mézet, amit ott fogunk hajta. Úgyhogy így működik, egy kis tükrökkel, hogy oda visszük, elhozzuk, kipörgetjük, tehát így. Iszonyat munkát végeznek ezek az apró kis rovarok, mert tényleg nagyon apró, de tulajdonképpen akkor hány évig élnek? Tehát, hogy hány éven keresztül tudják ezt a munkát végezni? Hát a méhek, ugye, ahogy mondtam, államalkotó rovarok, az azt jelenti, hogy egy tökéletesen fejlett nőstény egyednek a gyermekei, az összes. Ilyenkor a tavasz elején, a tél végén olyan 10-15 ezernyi van egy kaptárban. Ez azt jelenti, hogy ezek a méhek, ezek augusztusban lettek peteként lerakva, és szeptemberig kikeltek. Ekkor élnek egy olyan 6-7 hónapig a téli méhek, így hívjuk. Ezek a méhek jó meghíznak a nyár végén, tehát szeptemberben, és gyakorlatilag lesoványodva átvészelik a telet, a telet a méz fogyasztása vészelik át, és ilyenkor elkezdik létrehozni a következő kolóniát. Az anya, a mi anya, így hívjuk, amikor a természet elkezd ébredni, tehát hogy gyakorlatilag a nappalok elkezdenek hosszabbodni, a hőmérséklet emelkedni, ekkor szokott beindulni a mi anyának az ösztöne, és elkezd petéket rakni. Amit királynőnek hívunk egyébként? Királynőnek is hívhatjuk, az is helytálló. Mi azért hívjuk tegyésztők mi anyának, mert igazából mert amúgy igen, azt a funkciót töltjük. Na most a mi anya az 5-6 évig is elél, tehát a kaptárban általában termelésben maximum 2-3 évig tartjuk, nem úgy 5-6 évig el tud élni. Ennek oka az, hogy ő egy olyan speciális táplálékot kap a többiektől, a lányaitól, mézet, pempőt, virágport, amivel gyakorlatilag ezek szuper táplálók, és meghosszabbítják az életét.
De most amikor ilyenkor április elején a téli méhek elkezdik gondozni az utódaikat, ilyenkor van egy generációváltás, tehát hirtelen leesik a méhcsaládoknak az egyedszáma, a téli méhek elpusztulnak, elvesznek, viszont kezd kikelni a következő generáció, és mennél több virágpor van a tavasszal, ez is ezért tudunk nekik segíteni. A környezetben a méhek annál jobban erősödnek, mert a méheknek a ereje, a népesség az a virágportól függ. Ha virágpor szegény a terület, nincsenek fák, nem ültettünk semmit, akkor nem tudunk méhészkedni sem. Tehát virágpor nélkül nem lehet. És tehát gyakorlatilag egy hónap alatt intenzíven fejlődnek, és körülbelül a május közepére érik el a család a teljes kondícióját. Ekkora 50-60 ezeren vannak egy kaptárban, egy kolóniában. Viszont minél többet dolgoznak, virágporra járnak, nektárra járnak, annál jobban kopik a szervezetük, ezek a méhek általában 40-45 napig élnek, tehát nem sokáig. De ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni, óvodában vagy iskolában is, ha tartok egy előadást, meg embereknek is, hogy hát képzeljük el, hogy folyamatosan 40 kilós súllyal, 40 kilométeres sebességgel szaladgálna valaki. És bírnánk sokáig. Igen, nem bírnánk mi se sokáig, igen. Tehát ahhoz képest tehát óriási, elkopik a szervezete hiába. A virágporszot többször emlegette, és hoztál nekünk virágpor, nekem nagyon meglepő volt, hogy egyébként ilyen mint kis kavicsok egyébként, tehát nem is gondolná az ember, hogy ez virágpor. Tulajdonképpen ezt hogy tudjátok így kinyerni, vagy hogy ezt hogy alkalmazzák a méhek egyáltalán? Szükségük van azon kívül rá, hogy nyilván nekünk szükség van a mézhez, tehát sok folyamathoz, de hogy igazából hogy sikerül? Igen, a virágpornak az a története, hogy amikor a méhek még az őskorban fehérjét vadászó rovarok voltak. A darázs ilyen is maradt egyébként, amit a darázsat, tehát őt is meg kell becsülnünk, mert a darázs ellenfelünk ugyan, de neki is megvan a helye az ökológiai láncban. Tehát a méhek átálltak a virágporról, a virágokról való fehérje nyerésre. Tehát ők már nem vadásztak más rovarokra, vagy más egyéb állatoknak a fehérjére, és a virágpor az, amit ők keresnek. Meg a nektár, ugye a nektár rájött, és a virágpor a fehérje vadászat közben jöttek rá, hogy a virágban nem csak virágpor van, hanem édes nedv is, és egyszer csak sok millió év alatt így ők átálltak erre. A darázsnak nem sikerült. A darázs az maradt, az vadász, rabló rovar egyébként. Ő a lebontó szervezeteknek egy tökéletes egyede, tehát hogy védjem őket is, de nem szeretjük őket, neki is megvan a helye, de nem szabad kipusztítani teljesen őket, csak mérsékelni a számukat. Szóval a virágpor, amikor a méhecsek kiszáll, a hátsó láb párján vannak olyan úgynevezett kosarak, ilyen kis tüskék szőrök, amire ő, amikor rászáll, rácsomúzza a virágról szálló port. És összekeveri kicsit a nyálával, és ez egy kicsit ragacsos, nedves, és amikor, ha láttok a baracfám, hogy látszik a méhecske, hogy lóg a hátsó két lába, rajta van két sárga pöttyöcske, vagy pedig, na ez az, amikor a virágport hordja. Ezzel, amikor megy befelé, ugye mi méhészek huncutul, oda teszünk a kaptár elé egy olyan speciális lukméretű furatot, meg egy kis tárcácskát, hogy jön hazafelé, és amikor megáll a kaptár bejáratánál a röpnyílásnál, akkor befurakodik, viszont ennek akkora a lukméret, hogy átfér a méhecske, de közben lehúzzuk a lábáról ezt a virágport, és az ilyen kis csomóba pottyan le. Szegény odabent megkeresi. Hát az igen. Miért kell amúgy egyébként lehúzni a lábáról a virágpor? Hát nem akarjuk a méhecskét bántani, nekünk meg a virágpor érték, mert van rá kereslet, mint ahogy te is mondtad, hogy szeretnél virágport vásárolni. Sok mindenre felhasználjuk a virágport egyébként. És ugye amikor ez a nyers virágpor képződik, akkor azt mi ki kell, hogy szárítsuk, tehát vannak ilyen speciális szárítók, oda betesszük, és akkor lesz ilyen por, ilyen kőszerűen ilyen porlékony egyébként. Úgyhogy így képződik. És ugye mennél ez egy vegyes virágpor, de vannak homogén, tehát mondjuk a napraforgónak ilyen narancssárga színű virágpora van, attól függ, hogy milyen kultúra, annak olyan jellegzetes színe van egyébként. Úgyhogy ellopjuk ezt is a méhektől. Te tudod, hogy kezd valaki méhészkedni? Nem. Hát akkor kérdezzük. Jó, okay. Nem mész be, ezt a kérdést, nem mész be a boltba méh családot venni nyilván. Nem, vártam ezt a kérdést. Hogy kezdődik? Lenne egy kérdés, egyébként én is felírtam a papírra, hogy nyilván okay. Túl vagyok. Tehát édesgetem a méheket hozzám? Nem, tehát én 13 éves koromban, hogy mondjam, gyenge gyerek voltam, elkezdtem sportolni. Én küzdősportoztam egyébként, Forkó Kálmánnál is karatéztem sokáig, meg katona voltam. Viszont az egészséges életmód és a sport az nálam olyan 13-14 éves korban jelentkezett. Sokat olvastam utána, és rájöttem, hogy a méz az egy nagyon egészséges dolog. Igen ám, csak az én nagyapám méhész volt, és én nem tudtam, hogy mi az a méhészkedés. De amikor olvastam azt, hogy a méz mennyi mindenre jó,
és hát mondom, drága is, csak ugye nagyapám nem engedte, hogy a család nagyobban fogyasztja, tehát nem nagyon fogyasztottuk a mézet, hogy volt méhészkedett, hogy nagyapám, de nem volt mindig az asztalon méz. És én utána azért kezdtem méhészkedni, oda figyeltem az öreget, hogy legyen mézem. És az első öcsém, az első két mécsaládot nagyapámtól, én 13 éves voltam, ő meg 10 éves, kaptam két mécsaládot nagypapámtól a kert végébe. Nem értettem hozzá, nem tudtam semmit. Papámmal mindig belenéztünk, nem nagyon keltette fel az érdeklődésemet, és 17 éves koromban, amikor motorozni akartam, vagy szerettem volna motort vásárolni, akkor jöttem rá, hogy hát ebből lehetne egy kis puszta zseppénzt csinálni. És akkor ugye már fogyasztottam a mézet, mint fiatal sportoló, mert tényleg úgy voltam vele, hogy nagyon jó élettani hatásai voltak, meg van is szerintem. És utána, amikor zseppénzre volt szükségem, hogy motort akartam venni, akkor szaporítottam a méheket, és öcsémmel az első méztermésből vettünk egy 250-es ETZ motort, a motort vettem belőle. És akkor utána gyakorlatilag rájöttem arra, hogy nem csak egészséges, hanem hasznos is a dolog. És diák voltam, utána katonatész, tehát mindig a különböző munkáim, meg az életem mellett mindig megvoltak a mécsaládjaim. Volt, amikor nem volt egy pár év, mert elpusztították, de gyakorlatilag folyamatosan attól függ, hogy mennyi időm volt. Tehát egy pár mécsaládom mindig volt, ha több időm volt, akkor másodállásként használtam. Volt, amikor főállásban azt csináltam, tehát voltak ilyen különböző időszakok, és hát abból a két mécsaládból százas nagyságrendű méhészetem lett egy időre. Mondtad, hogy kaptad a mécsaládot. Na, akitől kaptad, ő is valahogy elkezdte. Hogy lehet mécsaládhoz jutni? Hát úgy, hogy megkeres egy méhész, én nagyon sok méhész. Jó, ő hogy jutott hozzá? Új szenvedélylátásban? pár kollégámat, meg barátomat is elindítottam az úton. Én szívesen adok mécsaládot valakinek, hogyha őt érdekli. Mindig azt szoktam mondani, hogy méhészkedni úgy kell elkezdeni, hogy egy idősebb tapasztalt méhész mellett. Meg egy olyan korrektor ember kell választani, aki őszintén segít, tehát nem félrevezet. Mert ha valaki félrevezet, akkor elmegy a kedve. Mm-hmm. Tehát nem szabad sok pénzt beletenni, mert nagyon költséges. Uh-huh. És sokat lehet rajta bukni, uh-huh. De viszont ha valaki elkezdi kicsiben csinálni, megszereti, megtanulja, akkor én azt mondom, hogy egy hasznos foglalatosság. Uh-huh. Németországot tudom, hogy Ausztriát példaképpen mondani, például Ausztriában házi asszonyok méhészkednek, tehát ott ilyen 6-8 mély családdal, tehát a német és az osztrák iskola rendszerben a lányokat megtanítják a háztartásoknak a vezetésére, remélem egyszer Magyarországon ide se jutunk, és abban benne van például a lányoknál, hogy a méheket hogyan kell kezelni. Uh-huh. És ott ilyen 2-6 mély családot tart egy osztrák család, hogyha kint lakik a klasszikus alpesi uh-huh. életmódban. De Németországban is az olyan ország, ahol ott most van egy új trend, hogy hobbi méhészek vannak. Az azt jelenti, hogy csak azért tart méheket, mert a földnek segíteni akar. És van neki néhány mély családja, fákat ültet, és tényleg sok helyen már sokan nagyon komolyan veszik ezt a környezeti változást, a klímaváltozást, és ugye a méhekre felfigyeltek így, és én azt gondolom, hogy Magyarországon lehet méhet tartani, viszont az egészségügyi szabályokat, meg azokat a közösségi együttélési szabályokat be kell tartani, tehát ennek is van egy korlátja, jogi, meg hogy az emberek mennyire fogadják ezt nyilván, tehát illetve hát a területnek van egy méh eltartó képessége, tehát több méh családot nem tudunk tartani, amennyit a természet önmaga nem tud eltartani, tehát ezt el kell mondani. Pont a Németországot említetted, én is így gondolkoztam, hogy ismerőseim hogyan viszonyulnak ez a témához, és van egy német barátnőm, aki nem méhészkedik, viszont nagyon imádja a természetet, és mindent, tehát semmilyen rovar, bogarat, madara, senkit nem bánt, tehát hogy még a pókokat is megmenti. És nála az erkélyen láttam, hogy rovar itatót per méh itatót készített kupakokból hurka pálcikára ragasztva. Mennyire fontos egyébként, nyilván most annak a tekintetében, hogy ilyen vízhiányos időszak van, és csak egy picit említettük meg ezt, hogy nyilván 93% nagyjából mire becsülik most itt nálunk a vízhiány, tehát hogy mennyire fontos az ő életükben is az, hogy ennyire szárasság van. Hát, vizet isznek a méhek? Persze, tehát ilyenkor tavasszal az egyik legfontosabb teendőnk a méhészeknél, hogy minden méhészet előtt, a kaptárak előtt vizet helyezünk ki, pont azért, mert a fiasítás szaporodásával óriási a vízigény. És ugye a kerti tavak korszakában, meg hát ugye a szomszédsággal való jó viszonynak egyik alapfeltétele, hogy a méhésznek itatnia is kell a méheket, mert rászokik a szomszéd kerti tóra, a szomszéd csapra, vagy valami, és akkor megcsípi a kisgyereket. A baj az, hogy a darázs is rászokik. És igen, hát elkezdem a darázshoz. Igen, tehát a rovaritatást, tehát a méhitatást, azt a méhészek mi végezzük. Nyilván, hogyha természetben van természetes vízlelőhely, akkor nem kell, de általában szoktunk kihelyezni vizet.
A vízhiány az a növényekre hat el elsősorban, tehát amikor meg ránk is úgy hat majd, hogy nem veszük észre, hogy vízhiány van, örülünk a jó időnek, de a gazdák azok tudják, hogy mit jelent ez, tehát kisebb lesz a termés, mindent meg fog drágulni a vízhiányjal. Tehát itt én, nekem van egy ilyen projektötletem, hogy itt úgy, ahogy láttam külföldön is, tehát itt az Alföldön is el kellene kezdenünk, az összes öntöző csatornát megtöltetjük vízzel, a vízügyet, tehát a nagyon vízügyi szakemberek vannak, szólnak, ez vízügyi fellegvár. Ilyenkor, mikor áradások vannak, nem csak a tiszai víztározót kellene föltöltenünk, hanem úgy, ahogy románok, illetve a szlovákok is csinálják, völgyzáró gátakat, küszöbgátakat csinálnak, és az áradás során visszatartják, ahogy a domborzat megy lefelé, visszatartják hetekig, hónapokig a vizet. Tehát a Maros és a Kőr is azért nem árad már évek óta, mert nem engedik le az árhullámokat a román az Erdélyből, és gyakorlatilag visszatartják a vizet, mert nincs víz. És ha nem lesz víz, Németországban erdők száradnak ki már, tehát olyan iszonyatos, és a Szolnok megye fogja először elszenvedni, a sivatagosodásnak hívják ezt. Amikor már télen a port viszi a szél, az baj van. Épp most, hogy jöttem lefelé, akkor rádióban hallottam, hogy a víz, tehát a csapadék mennyiség pont a vízügyi mérés szerint egy nap alatt esett le a havi mennyiség fele, és gyakorlatilag hiányzik még egy másik fele a márciusi adatokhoz képest, holott egyébként meg a Tisza árad, tehát igazából lehetne visszatartani. Hát ez egyik nagyobb projektek, tehát én el tudnám azt képzelni, hogy Szolnok és környékén lévő folyók, azok nyáron is több vizet tartalmaznak, mert olyan küszöbgátakat teszünk bele, amivel egyébként ezt megakadályozzuk. És egyébként a növényeknek, emberi környezetnek is szerintem jót tennénk, hogyha több, jó, lehet, hogy szúnyog több lenne, de akkor is én azt mondom, hogy annyit el kell viseljünk, hogy megmaradjon hosszú távon az a élhető környezetünk. Említetted, hogy a rovarhotelek, és nekem ez benne maradt az agyamban, mert én annyira vonzó nekem, hogy egy ilyet vásároljak. Egyébként nem feltétlenül kell vásárolni, mert tudom, hogy el is lehet otthon készíteni. Persze. Tehát, hogy miért nem jó a rovarhotel a méheknek, hiszen rovarokról beszélünk. Hát, ahogy mondtam, ha a méheket beleteszed egy dobozba, bármilyen dobozba, és bezárod őket, fursz egy lukat, akkor azok, ők ott belül elkezdenek építkezni. Tehát ők a saját viaszukban, tehát abban élnek évmilliók óta, tehát ők ebben nem fognak beleköltözni. A rovarhotelbe azok a rovarok költöznek bele, akik magányos rovarok, úgy hívjuk, tehát nem kolóniában élnek, a méhek kolóniában élő rovarok, ők építményeket, a darazsak is kolóniában élnek, ők is építenek, ők is megrágják a gerendát, meg és papírt hoznak létre, és abból csinálják meg a kis fészküket egyébként. A rovarhotelekben olyan dongók, egyéb olyan rovarok el tudnak bújni, akik szeretik az ilyen különböző réseket, és ha nincsen neki ott a természetben olyan hely, akkor nyilván választja majd ezt, de nem tudom. Én azt mondom, hogy a rovarhotel helyett inkább fát ültessen mindenki, meg bokrokat. Tehát mondjuk egy barkafűzt elültetni a kert végébe, szerintem minden udvarba kellene egy barkafűzt. Tavasszal használjuk egyébként, vagy húsvétkor különböző díszítésekhez. A méheknek óriási segítsége a barkafűz, a kecskefűznek a virága, de ugyanígy mondjuk egy kökénybokor, egy sombokor, a som egy nagyon jó növény, ez egy őshonos növény, 400 évig elél a som. Tehát igazából az olyan annyira, meg jó, meg szép is, amikor egy sombokor virágzik, vagy a tiszafa. Tehát vannak azért olyan növényeink, ami valahogy közel áll a magyarság kultúrájához is. Jó, persze vannak behurcolt növények is, de én mindenképpen gyümölcsfát ültessen, aki csak tud egyébként, egy málna bokrot. Tehát én azt gondolom, hogy akinek gyerekei vannak és kertje van, ott egy 5-6 bokor málnának lenni kellene az árnyékban, hogy a gyerekek megtanulják, milyen az, amikor a málnát leveszik a friss málnát, vagy egy pár szamóca, hogyha valaki esetleg tényleg szeret kertészkedni, és több gondozást is tud nyújtani a kertnek, akkor szerintem az biztos, hogy hasznos lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden, ami a természettel kapcsolatos, azt figyelemmel kell kísérni, és azt valahogyan, azt mondom, hogy népszerűsíteni kell. Mert az emberi test egyik apukám egyik barátja mondta, ő jászkíséri gazda, hogy az embereknek azt kell megérteni, hogy a termőföld az azért fontos, mert az emberi test abból jön létre, mert abban a termőföldből nőnek ki azok a növények, amiket megeszünk. Vagy azok a növények, amit az állataink megesznek, és az állati termékeket esszük meg. Tehát igazából iparilag lehet előállítani valamit, meg manapság lehet haladni, rovarokat együnk majd rovarfehérjét, de ezzel mindig el szoktam mosolyogni, a rovarokat én nem enném meg, azt odaadnám inkább a tyúkoknak, és akkor inkább tojás és csirkehúst tennék le, mint mondjuk rovarpogácsát, hát nem tudom. Tehát én ezt egy kicsit mosolyogni szoktam, de a termőföldet egyébként becsülnünk kell, a termőföld az, ami egyébként a hosszú távú emberi egészséget megadja, úgyhogy ezért nem szabadna mérgezni, ezért kellene úgy bánni vele, hogy
hogy az jól működjön. Van egy film a YouTube-on, azt érdemes megnézni, ez a Mérgezett Föld, egy kertészmérnök írja le, de nagyon jól elmondja, hogy mi rosszat teszünk a termőfölddel. És ugye hát abból van a testünk, abból van az egészségünk egyébként. És azt gondolom, hogy ez amellett, hogy nagyon szép végszó, talán egy következő témafelütés is lett a Green Zone-nak. Még egyet kérdezhetek? Egész nyugodtan. Ez engem mindig érdekelt, mert olvastam ellenérveket is, meg mellette szólókat is. Jót tesz az emberi szervezetnek, ha megcsípje egy méhecske? Én azt mondom, igen. Itt vagyok rá például én. Tehát én azt gondolom, hogy igen, akkor ezt kicsit tudományosan gyorsan megmagyarázom. Amikor egy méhszúrást kap az ember, ha nem allergiásra, akkor az úgynevezett sokat halott citokön vihar létrejön a szervezetedben. És az emberi test úgy van szintén kifejlődve, hogy szüksége van a különböző negatív hatásokra. És ha valaki teljesen sterilen tartja magát, az mind meg fog betegedni. A mészúrás, a rovarcsípés az emberhez hozzátartozik, mikor mászkáltunk a fán, meg a mellette, tehát vadásztunk, és akkor ráléptél egy darázsra, megcsípett, vagy le akartad a mézet venni a fáról, akkor megszúrtak. Én azt gondolom, hogy jó, van egy modern felhasználása, hogy botox kezelés helyett Kaliforniában a különböző sztárok mészúrással védekeznek az öregedés ellen, tehát szúratják az arcukat. Igaz, hogy egy pár napig nem tud a kamera elé állni, vagy valami, de egyébként jótékony hatása van a mészúrásnak. Én szokták mondani, hogy fakír vagyok, én se szeretem a mészúrást, de elviselem. Sokszor demonstrálni szoktam így előadáson, hogy szúrjanak. Mert igazából, ha nem vagy allergiás rá, az a pici méreg, az a szervezetnek az ellenálló képességét erősíti. Kifejezetten egyébként reumás betegeknek meg külön ajánlják. Tehát erre is van egyfajta kezelés, oda szoktuk a beteg testájához szorítani, és akkor megszúrja a méhecske. Hát az egy elpusztuljon, de akkor ugyan az embernek ott egy jó hatást elér rajta. Ja, szuper. Akkor ez a jó végszó, most már akkor pontosítok. Én köszönöm szépen, szerintem azt gondolom, hogy igen sok mindent megtudhattunk, még úgy is, hogyha mondjuk mi nem rendelkezünk mély családokkal, nem méhészkedünk aktívan. Még. Még ezt se lehet tudni, de nyilván laikus emberként otthon is tudjuk a méheket óvni, és hát ami a legfontosabb, hogy tényleg ne féljünk tőlük, mert ha megcsíp, akkor ezek szerint megtudtuk, hogy annak jótékony hatásai. Így van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt a Green Zone, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!